A már sok nagy sikert megélő magyar karate legkülönlegesebb napjai előtt állunk, ugyanis a karate hazai fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük méghozzá egy hazánkban sosem látott nagyszabású eseménnyel. Ugyanis október 24-e és 29-e között rendezik meg Budapesten a karate világbajnokságot, méghozzá részvételi rekorddal. 114 ország 1235 versenyzője küzd majd a Papp László sportarénában. Magyarország 22 fős karate és 18 fős para karate válogatottal képviselteti magát az eseményen. Magyarország még sohasem rendezett karate világbajnokságot, és ezt a jeles eseményt a hazai szakszövetség működése 50. évfordulóján teheti meg először. A magyar válogatottban pedig három miskolci sportolóért izgulhatunk majd külön is a többi hazai induló mellett. A felnőtt női kata csapatban Anti Zsuzsanna, Fábián Csenge, Sterk Laura mellett ott lesz a miskolci Justícia Fujiamase kitűnősége Tóth Vanda is, valamint a felnőtt férfi kata csapatban szereplő két csapattársa, Elekes Máté és Szilágyi Gergő is. A miskolci trió egyébként október 7-én és 8-án Biaszko Bialában a Polish Open kvalifikációs nemzetközi karate versenyen vett részt, ami tulajdonképpen egy remek erőfelmérő volt még a világbajnokság előtt. Határozottan egy VB előtti főpróba volt a verseny, tudtuk is, úgy mentünk oda, nyilván egy minél jobb eredményt akartunk ott elérni, hogy a VB-re egy olyan lelki állapotba érkezzünk, ami jó lesz, meg erősebb leszünk tőle. Kettő csapat volt rajtunk kívül, a cseh válogatott és a lengyel válogatott. Mindkettőt sikerült magunk mögé rakni, ami egy VB előtt, mielőtt ők is ott lesznek, azért ez egy elég jó tény, hogy kettővel kevesebb csapat, ezt így tartjuk. Nagyon jól sikerült, jól éreztük magunkat a fiúkkal benne, szerintem lehet mondani. Pozitívan is értékeljük, és csak megyünk előre most már a VB-re jó érzéssel. A katák azok egy előre összeállított sorozatok. Mondjuk tudnám hasonlítani egy tornához, mert ott is lepontozzák az elemeket, vagy egy korcsolyához, ott is pontozzák, és ugye ezek előre össze vannak állítva, összeállították a mesterek régen, és ezeket mutatjuk be. Sok ilyen kata van, pont sokan pont az anán csináltuk, ez egy elég nehéz katának lehet mondani. Nyilván vannak ennél nehezebbek, de szerintem ez valahol egyéni függő is, hogy kinek mi a nehéz. Nyilván ez már egy mesterszintű kata. Vannak küszködős részek benne, de amúgy összességében szeretem, meg úgy annyira nem mondanám nehéznek. Most már így nyilván van benne jó pár gyakorlásom így ebbe a katába, úgyhogy így meg vagyok vele, mondhatjuk így. Volt egy kiválasztási folyamat, edzésekre jártunk fel, így együtt mozogtunk, és abból ki lett választva alapból három ember, abból azóta estek ki emberek, négy ember lett kiválasztva, abból kettő ember kiesett, és így kerültem be én is a csapatba, mint pótló ember igazából, mondhatjuk így. Így igazából egy éve dolgozunk már együtt, most már ezek az edzések Pesten folynak, tehát nekem mindig fel kell járnom Pestre. Ez nyilván sok időt meg utazást vesz igénybe, de nagyon jók az edzések, élvezzük, jobb barátok lettünk így a többiekkel most már, hogy nagyon várjuk a VB-t. Izgalom van, de egészséges fajta, szóval ez inkább erősít most engem. Hát nagyon várom, bármikor belegondolok, sok ember ott lesz, azért sokan fognak szurkolni. Azért Libabőr mindig összejön, nyilván ez egy nagyon jó élmény is lesz, nyilván ott vagyunk, minél jobb eredményt akarunk elérni, és legjobbunkat hozni, és meglátjuk, mi sül ki belőle. Bár a válogatott egyik tagja sem látnok, de azért rákérdeztünk, mit remélnek, szeretnének a világbajnokságon. Őszintén egy top 8-nak nagyon tudnék örülni. Az nehéz lehet, de szerintem össze tud jönni, utána meg már összön az meg már abszolút bravúr, meg ez is azért a top 8 is az lenne. De meglátjuk, hogy mire leszünk képesek. Általában, amikor ilyen nagy verseny van, vagy nagy közönség van, még ennyire nagy közönség előtt nem voltam igazán, de hogyha úgy van nekem, ilyenkor belépektetem és leszűkül az egész. Adrenalin nyilván nagyon sok van, de hogy így alapból így a külvirág így lecsendesül körülöttem, és csak mi vagyunk bent ott a fiúkkal. Legalábbis így érzem, hogy szerintem a fiúk is valahol így vannak. Nyilván benne van, hogy valaki hibázik, hogy nyilván ezeket megpróbáljuk kiszedni. Egy csapat vagyunk, benne van, mindenki tud hibázni, de most úgy érzem, hogy ez nem fog előfordulni, magabiztosak vagyunk.
A sportágat szorosan követők már láthatták az Avas Kupán a Körcsarnokban 2022-ben a magyar válogatott női csapatának bemutatóját. Természetesen a hölgyek is ott voltak a már említett Polish Openen, ahol a kata csapat első lett, és a formagyakorlat is nekik sikerült a legjobban, ami aranyat ért. A felnőtt női csapat 2021. augusztusában állt össze, azzal a céllal, hogy most októberben együtt képviseljük az országot, így ez alatt a két év alatt azért szereztünk versenytapasztalatot és rutint, számos nemzetközi versenyen indultunk, és az edzések száma is folyamatosan vagy növekedett. Szóval mindenképpen azt mondom, hogy mi is fejlődtünk, és úgy gondolom, hogy a felkészülési idő alatt mindent megtettünk annak, hogy eredményesen szerepeljünk majd. Kiválasztottunk már korábban formagyakorlatokat, többet, ugye minden körben más kell bemutatni, és igazániból az edző az, aki ugye kívülről javít minket, és ő látja, hogy esetleg az egy bizonyos mozdulatokat hogy csináljunk, esetleg mi áll nekünk jobban, ugye ketten hátul állnak egy elől, a szimmetria meglegyen, hogy minden passzoljon. És ezek mindig változik igazából, hogy a legtökéletesebb legyen kívülről. A felkészülés alatt ugye dolgozunk erőléti edzőkkel is, hogy minél dinamikusabban induljunk el, minél gyorsabbak legyünk, de emellett fontos része, hogy úgymond ez a látság, ez a tiszta technika, és ehhez, ha nem is látszik, de azért komoly erőléti felkészülés kell, hogy így szerepeljünk. Most ősszel három versenyen vettünk részt, három nemzetközi versenyen, és ez a lengyelországi volt az utolsó, amit ugye megnyertünk a csapattal, amit lehet mondani, igen, hogy ez volt a fő próbája a világbajnokságnak. Én nagyon örülök, hogy képviseltem a csapattal együtt az országot, de azért van bennem nyilván egy kis izgalom, hiszen csak egy világbajnokságra beszélünk, illetve hazai közönség előtt fogunk versenyezni, de igyekszem ezt az izgalmat majd a javamra fordítani. Számtalan tényező befolyásolhatja azt, hogy miként is sikerül egy világbajnoki szereplés. Egy dolog azonban biztos, minden megtettek az érintettek azért, hogy a világbajnokságon jöjjön ki a csúcsforma. Én ugye 13 éve kezdtem el a karatét, és azzal az indítékkal, hogy láttam egy versenyt, és annyira megtetszett, hogy még nem is volt övem, már mondtam, hogy én tudja, hogy versenyezni szeretnék, és amikor bekerültem abba a korosztályba, ugye a korosztályos válogatott az 14 éves kortól lehet oda bekerülni, ugye én azóta is minden évben sikerült képviselnem az országot. Azt nem gondoltam volna, hogy még felnőtt színekben is ilyen sok versenyen, ugyan voltunk már két Európa-bajnokságon, meg világbajnokságon is a felnőtt csapattal. Nagyon sokat utaztunk, sokat edzettünk is, versenyeztünk, de én úgy gondolom, hogy ez mind a, ugye, az egyéni versenyemhez is hozzáad, meg mindenhez a sport. Szóval én tényleg nagyon örülök, csak ezt tudom mondani. Október 24-től 29-ig tart a budapesti karate világbajnokság, csütörtökön délelőtt kezdődnek meg a csapatversenyek. Ekkor kapcsolódnak majd be a válogatott miskolci tagjai is a küzdelmekbe.